Korda György és Balázs Klári. Kedves vendégeim, hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Szalmás Gábor, DJ Smash vagyok. Kérném, fáradjanak közelebb a színpadhoz, mert a koncert hamarosan kezdődik. Hölgyeim és uraim, hamarosan a színpadon Balázs Klári és Korda György. Kérném a kezeket a magasba, lássam a kezeket ott fönt, mindenkinek a keze fönt! Hölgyeim és uraim, a kéz a magasban! És mindenkitől kérjük szépen a tapsokat, lássam a kezeket a magasban most!
Köszönjük kedves kalocsai barátainkat! Balassagyarmat! Nem baj, megyünk Kalocsára is! Jövő hétvégén! Bocsánatot kérek, elfelejtettem bevenni a... Kavinton! A Kavinton! Én szóltam délbe, Gyuri Kavinton! Nem vettem! Mentségemre legyen mondva, hogy egyszer 40 éves voltam, és azt mondtam Győrbe, boldog vagyok, hogy itt élek el te közöttnek Pécset. De őszintén megmondom, nagyon nagy örömmel jöttünk az önök gyönyörű városába. Sok emlék, kedves, szép emlék fűz ide. És azért is boldogok vagyunk, mert látom, hogy ezután a másfél év után a hölgyek csinosak, az urak jól néznek ki. Te így csinos vagy. Te se nézel ki rosszul. Tudják, miért ilyen néz ki ilyen jól a Klári? Nyugték meg
mert kordába van tartva. Erősen! Drága aranyos testvéreim, szeretnék nektek két dolgot elmondani. Az első, az dicsekvés. Két évvel ezelőtt lettem Budapest díszpolgár. A második az már szerencse kérdése, mert a Jóisten és a ti szeretetekből kifolyólag ebben az évben van 64. éve, hogy énekelek. Klárika még csak 40 éve. Igen, még csak 40 vagyok, drága Gyuri. Hát egy pici áfát adjál hozzá. De hát, drága barátaim, ez a másfél év, ez borzasztó volt, de én őszintén megmondom nektek, nekem az egyetlen pozitívum az volt, hogy a másfél év alatt megtudtam, hogy hogy élnek az emberek. Mert mi is úgy éltünk. A Klárika takarított, mosott, vasalt, főzött. Én meg megettem, amit főzött. Úgyhogy, ha megengeditek, a férfi társaim nevében megköszönvén az asszonyainknak, lányainknak azt, hogy mit tettek értünk, és egyetlen egy kérésem lenne hozzájuk. Kislányok, asszonyok, akkor is szeressetek minket, ha rosszak vagyunk. Még sírsz is talán. Nézd, beismerem, sőt elismerem a vétkem. Megbántottalak, voltak kemény szavak. Hogy mi volt veled, ha hidd el nekem, nem értem. Szeres úgy is, ha rossz vagyok, vannak végült pillanatok. Kit az ember úgy szeret, az bántja meg. Szeres úgy is, ha rossz vagyok, vannak végült pillanatok. De a fontos, hogy itt vagyok. Harapszor rám, ez jogos talán. Én beismerem, sőt elismerem a vétkem. Hát jobb lesz nekünk, ha kibékülünk. Hisz más mond a száj, és más mond a szív, ezt érzem. Vannak érőt pillanatok, kit az ember úgy szeret, az bántja meg. Szeres úgy is, ha rossz vagyok, vannak érőt pillanatok, de a fontos, hogy itt vagyok. Szeret, az bántja meg.
Milyen aranyosak vagytok, elárulom nektek most, hogy miből adódott ez a botlásom, nyelvbotlásom. Milyen érdekes az ember. Ott hátul nagyon kedvesen megkínáltak minket mindenfélével, és közben az egyik úr azt mondta, hogy itt a hátunk mögött egy börtön van. És én meg azt mondtam, én is léptem fel már egyszer börtönbe, de az női börtön volt Kalocsán. Ez volt az, amiért itten megbántottalak benneteket, bocsánatot kérek. De viszont mentségemre legyen mondva, hogy jövőre lesz 83. az ember. És az az ember, aki 83 is korára azt mondja, hogy semmi hibája nincs, az nincs. Hülye vagy halott. Na,
Itt áll mellettem ez a gyönyörű szőke hölgy, aki nélkül gyerekek, én már csak egy félkarú óriás vagyok. Ne szerénykedj, ne szerénykedj! Nem szerénykedtem, nem azt mondtam, hogy félkarú órás vagyok, óriás mondtam. Akinek mindent higgyetek el, már jobban énekel, mint én, jobban ad elő, mint én. Majdnem. Vicceltem, drágám, bár úgy énekelnék minden. De az életben nem fog tudni úgy pókerezni, mint én. És hányszor ejtettelek már ki? Pókerbe? Sokszor. Na látod. De akkor az a lényeg, hogy nem ejtettél át. Hát az nagy más. Differencia. Na hát barátai, nem is az a lényeg, hogy egy énekesnő hogy kártyázik. A lényeg, hogy hogy énekel. És aki most nektek gyönyörűen énekel, az Balázs Klári. Köszönöm!
Csodálatos ma este itt lenni. Azért kezdtem én a Hallelujával most ezt a blokkot, mert igen, nehéz volt ez a másfél év. Elsősorban érzelmileg. Azt gondolom mindenkinek, nem csak nekünk, hiszen barátaink, zenésztársaink sajnos elmentek ez alatt a másfél év alatt elég sokan, és már nem lehetnek itt köztünk, úgyhogy dobjunk nekik egy hallelujját. De hát az élet az megy tovább, és mosolyogni kell, és jókedvűnek kell lenni. Mindenki jól érzi magát? Igen! Igen? Há! És táncolni szeret ez a jó kis vidám csapat? Igen! Igen? És szambázni mindenki tud? Ó! Oh. De szerintem egy olyan dalt fogok énekelni, amit mindenki ismer. Az én egész kislány korom óta sláger ez a dal. Meg fogják látni, egy ismerős. Na, szambázzunk együtt Sergio Mendez és a Brazil 77 dalára, a Más que Nada-ra! Hát az történt, tisztelt bíróság, hogy egy reggel, amikor reggeliztünk, zenét is hallgattunk. És felcsendült egy dal, és Gyuri hallgatózott, és azt mondja, hogy te Klárika, ez olyan jó ez a dal, ezt olyan sokan földolgozták már, hát szerintem, de ez neked való, próbáld meg, dolgozz föl, te is, tedd magadévá. Hát én földolgoztam ezt a dalt, és úgy érzem, hogy tényleg az enyém lett. És hát mit kell ebbe csinálni? Hát mambózni. Hát akkor mambózzunk együtt. Mambo, itáliánul ritmus, pezsgő és muzsikáló, ezt járja.
mambóztunk, Gyuri, miért nem jöttél mambózni? Olyan jól táncol különben. Nagyon híres táncos igen, vagyok. Igen, step táncol. Ja nem, ez más. Mint egy erdei talpas medve. Ez egy aranyos állat. Nedvérről jut eszembe. Azt mondja a székely ember a fiának. Fiam, vigyázz azzal a medvével, aki a kezedből eszik, mert az a lábadból is enni fog. Fogatom. Köszönjük! Hölgyeim és uraim, nem mehetek el,
úgy innen Balassagyarmatról, hogy ne énekeljem el a legszebb kordadalt önöknek. Fogadják szeretettel!